csináltam. Vagyunk az első nagy bevásárlásunkra a kismarommal, és összeírtam mindent, mert hát elég üres volt a kis kecónk, amit kaptunk, de semmi baj, berendezzük. És összeírtam mindent. Összeírtam mindent egy kis listára. Itt van valahol. Inkább ne is mutasd meg. Én nem itt van látni. Valahol a táskám. De hát elég sok mindent felírtam. Inkább azt kellett vele felírni, hogy mi van a lakásunkban. Fog fájni. Hát basszus, hát miért nem kértem olyan lakást, amiben van rendezve? Örülj, van benne ágy. Ja, de hogy is amúgy jó van, volt benne két ágy, de most hoztak új ágyat nekünk, mert kicsi volt nagyon és nem fértünk el. Úgyhogy most indulunk vásárolni. Mi? Nem tudom. Ja, beleakadt a kereke. Mutasd! Ő már elmegy. Kell szennyes tartókosár. Ne jól néz ki. Az? Szerintem az a legrondább. Hát de nem, basszus. Hát inkább. Kéne ilyen felmosó. Az is kell? Beszarás vagy. Hát de mivel mosunk fel? Itt van WC-nk. Úristen, hát ez milyen aranyos! És ez ilyen puha. Fogd meg. Simogatja a valagot. És ez rácsúsztathatós, szóval ez jó is. De amúgy, de mind rácsúsztathatós, de ez nem ilyen gyerek WC, szóval lehet kicsi nem, ezt a WC-t. Nem, de ez a kukinak van, ez a lyuk, az neked nem baj? Kukinak van. Ez azért van, ez a fiú WC, anya mondta. Na jó. Jó, akkor vegyünk csaj WC-t, tessék. De ez nagyon csúnya. Akkor itt van ez a szürke. Jó, akkor legyen szürke. Igen, azért nem látszik a kosz. De ez kényelmes? Nem látszik a kosz. De ezen rácsúszhat, ez nem rácsúszható szerintem. Hát milyen? 2 hours later. De ott van nem. Rácsúsztathatós. Nem, ez nem. Hát ez sem, addig se tartod a csatolni szerintem. De nem, kicsi van direkt, ez nem jó. Fér a kezembe. Oh. Gyere, aztán majd most lesz. Nem, de nem fölösleges, de basszus Manuka, hát hogy csinálja a flow-ot, meg örökítsen meg a legnehezebb pillanatainkat, hogyha nem hozom magam el a kamerát. Ez a legnehezebb pillanatig be kell váltani, ez nekem lesz nézni, mikor fizetni kell a kasszánál. És hogyha ilyen Hello Kitty-set venni? Akkor megörül. Vagy ilyen WC-t. Ezen milyen jó kakilni. Szerelembe kakilom magam. Na. És ez mi? Ez jó, nem az ilyen. A székrének a lábára lehet zoknit rakni. Nézd! Na, kicsim, még nem vettünk. Nem vettünk gullepedőt. Minyonok! Kicsim, gyere, pörögj! Minyonok! Na. Gyere, itt van, ezek nagyon-nagyon jók. Soma már itt vagy ott? Mondd elég át. Itt rengeteg, rengeteg instant leves van. Ez itt mind instant leves. Hol? Itt lehet bent a bolton belül hamburgerezni? Nem tudom, én nem ettem sajt. Ez a legjobb dolog Koreában. Ugye még az... a vásárol, be tudod ülni két sajtburgert. Na jó, milyen király! Sushi. Say hi! Hi! Sugaring cake! Kicsi, mit a vagy? Úr,
Mennyit lazadsz? 700 forint. 700. Jézusom. De nincs sírke. Hát kicsi, muszáj lesz rászokni a halra, vagy a polipra. Na, kicsi, vegyünk ki. Jó, keresünk. A kósoltató embereken fejmikrofon van. Mindenki hallja őket, és végigüvöltik az egész a vásárlóközpontot. Avokádó, olyat is akarok. Sárkány gyümölcs, kicsi. És anya. Meg vagyunk, bevásároltunk. Nagyon durván megpakoltuk a kis kocsinkat. Most elvisszük a kocsiba, és még visszajövünk, mert vettünk kávéfőzőt is, és kávét minden vettünk bele. Nagyon király itt, hogy ne ilyen műanyag zacskókat vegyünk, lehet venni papírdobozt, és abba becsomagolni, amiket vásároltunk. Hát nem ügyes, azt nem lehet rámondani. Kicsi, nézd, nézd, segít. Ja. Ja. Azt a mindenségét. Rosszabbul nem is lehet meg csinálni. Mert tegnap lemerültem, de most átjöttünk majd másik boltba, mert a lakásunkban nem találtunk ilyen klassz kis fürdőszoba szőnyeget, meg még egy-két olyan cuccot, ami kell a lakásba. De itt lesz, ugye, Manu? Nagyon remélem. Megvan! És ki is meg is tehet a kosár. Ott vannak a függönyök hátul. Király. Nézzétek, milyen cuki kutyusos dolgok vannak. Kis sátor. Ezek nagyon-nagyon cukik. Úristen! Úristen, ne! Na jó, hát egy ilyet vennem kell. Jézusom, mennyi kutyaruha van? Manu, egyet vegyünk, hát ezeket, úristen, nézd! Kis póló! Milyen apanyós! Sansa nagyon divatos lesz. Most értünk haza. Fú, hát ezt a sok cuccot szereztük be. Most felrakjuk a függönyt, az bár ezt nem ide, oda. Nem lesz valami. Nem olcsó, ne tekintet. Itt reggel nagyon-nagyon besüt a nap, és azért már muszáj. Nagy. Nagy. De azt lehet összecsukni, nem? Hát, de mondom, azt mondtam, hogy nem lehet úgy bevásárolni rá, hogy nem mérjük le. Tomorrow. A menőkások ahhoz, hogy felszereljük a függönyt, vettem ilyen kézi fúrót, amiben kell négy elem, vettem elemet, úgyhogy ezt ki is próbálom. Hatalmas nagy szerelő lennék amúgy. Nézzük, beleteszem. És működik. Jó, nézem, annyira nem erős, mint amit vártam. Szóval, ha már itt van egy lyuk, tegyük fel, az nekem tök nagy segítségemre lehet. De addig, amíg nincs lyuk, addig gáz van. Tulajdonképpen rájöttem, hogy ez egy elektromos csavarhúzó.
Mert azért volt olyan olcsó, volt egy 2000 forint. És itt... Itt, hogyha ezt itt megváltoztatom, akkor ki is tudom csavarni a lyukból. És megcsináltam. Megcsináltam! És fönt van a függöny! Ez az. Ugye fene egyem el meg, hát ez hogy jött le? Szemiszemel. Nézd, és fönt van a fele. Isten, ez szemiszemel. Mutatom! Tadam! Tökéletesen! Föl van szerelve a függöny! Hihetetlen. Nagyon-nagyon ügyesnek érzem magam, mert sikerült. Gyönyörű. Komolyan. Jó, talán nem a legszebb munka, de... De azért valljuk be. Nem lett rossz. Ezzel zárnám ezt a bevásárlós videót. Remélem tetszett nektek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!